Az emberek azt szeretnék, hogyha figyelembe vennék a képviselők a véleményüket, és ne csak a választási kampány időszakban, hanem utána is folyamatos, rendszeres kapcsolatot tartanának a városházi képviselők a helyi lakossággal. Nem elég évente egyszer a közmeghallgatáson találkozni az emberekkel, hanem rendszeresen, negyedévente, havonta le kell ülni, és be kell csatornázni ezeket a véleményeket. Igazából nem tudjuk, hogy mi a baj a Kamilla Patika mellett működő orvosi rendelővel. Mert nem kaptunk olyan információt, hogy ezzel az épülettel gond lenne, a rendelő működésével kapcsolatban bármilyen probléma felmerült volna. Több mint 20 évig a lakosság megelégedésére ez működött. Nem tudunk arról, hogy az illetékes hatóságok, kormányhivatal, egészségügyi hatóságok bármilyen kifogást emeltek volna ezzel kapcsolatban. Az egyetlen probléma, ami szerintünk nem egy érdemi és nem egy dolgos tény, az, hogy ez egy magántulajdonú épületben működő rendelő. Ez az orvosi rendelő tökéletesen ellátta és ellátja a funkcióját most is és ezután is. És ez az orvosi rendelő ide szükséges. Ez egy keltvárosi rész. Én úgy gondolom, hogy ellátatlanul nem maradhat semmilyen szinten. Azt viszont ne várják el tőlünk, hogy mi menjünk be, oda, betegen, kinek milyen eszköze, lehetősége van. Egyébként a képviselő urat, aki képvisel minket, nem értem, miért nincs itt. Mert mi azért vagyunk itt, amiért ő nincs itt. Vegyék figyelembe a gazdaságosságot és az emberséget. Tehát ez a kettő elég, és akkor már mindjárt másképpen tudnak dönteni ebbe a kérdésbe. Nem igazságos az, hogy túlzott központosítása a város széleit, ezt értéktelenítik, gettósítják, mert nincs szolgáltatás. Nem gazdaságosabb az, hogyha ide kijön az orvos, meg a asszisztense, mint az egész tömegét bemozgatni állandóan. Itt, amit többen felvetettek, ilyen valami átsó gondolat van, mert nem igaz gyakorlatilag, hogy ez eddig nagyon jó volt, rengeteg ember itt dolgozott érte, és most a város úri módon azt mondja, hogy elveszi az emberektől ezt a lehetőséget. Tehát ezt én most is alátámasztom azt, hogy emberek ne hagyjuk. Ilyet nem tehetnek meg ennyi emberrel. Akkor én javasolnám azt is, hogy szüntessék meg az ápész bótot, az óvodát is, és akkor ne legyen itt semmi. Semmi ne legyen. Hajléktalan, meg a dolgosokat legyen szíves ide telepíteni, hogy a szenny, a piszok egy helyen legyen. Ugyanúgy fognak járni, mint az iskolában, hogy elvették azt is a gyerekek. Ott akkor a sok kisgyerek nagyon sokat sírva mén az iskolában, mert még annyi pénzük sincs, hogy busszal menjenek. Ott akkor az olyanoknak vették el, akik össze-vissza piszkolják az utcákat. Mesztelen izével járkálnak a kisgyerekek elő. És nekünk szükségünk van erre az orvosra, meg szükségünk van a patikára is. Mert nem mindegy, hogy 20 métert fuldoklok, mert most is úgy jöttem el, itt volt egy fiatalember, látta, hogy úgy támaszkodtam meg, ahogy beértem, mert nem kapok levegőt. Azért nem mindegy, hogy 10 métert fuldoklok, vagy 1000 métert, ott félúton, ott lövök meg. Most én úgy tudom, illetve hát önök is elmondták, hogy februárban költözni kellene a döntés alapján a rendelőnek. Tehát akkor erről döntés született. Akkor nekünk milyen jogorvoslati lehetőségünk van erről, ha egy önkormányzati döntés megszületik? Mert én úgy érzem, hogy most nem a 24. órában vagyunk most már, hanem a 25-ben, és hogy van-e jogorvoslati lehetőségünk, vagy csak a szájunkat tépjük most? Igen. Tehát itt ez a kérdés, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy ezen változtassunk. Ez az egyik. 24. óra után vagyunk, döntés után vagyunk, de polgármester úrnak jogában állna fölfüggeszteni a meghozott döntést is. Polgármester úrnak jogában van újra napirendre tűzni. Én javasolni is fogom képviselőtársaimmal együtt egyébként, hogy a február elején tartandó képviselőtestület ülésen ezt tárgyaljuk újra. Részben azért, mert a döntés körülményei sem voltak megítélésünk szerint szabályosak.
de legalábbis korrektek biztos nem. Tehát a városnak a legdinamikusabban fejlődő kertváros része, ről elvesztjük a felnőtt szakrendelést, hát ez, én is úgy látom, hogy ez még inkább gyerekszakrendelés is kell. Esetleg egyéb könnyen elérhetőség is kellene. Nagy örömmel vettük, hogy az ünnepi elcsendesedés után ilyen nagy számban több mint 60-an vettek részt a Bankfalui óvodában a lakossági fórumunkon. Elemi erejű véleményeket hallottunk, mondhatnánk azt is, hogy felháborodást a novemberi képviselőtestületi döntés után. Ugye ott döntés született arról, hogy február 1-jével a bankfalui orvosi rendelő a megszokott helyéről az egészségközpontba beköltözzön. Ezt a lakosok, a helyi potenciális betegek, hát nehezen vették tudomásul. Úgy gondolják, hogy ez a döntés nélkülük született meg. Igényelték volna az előzetes konzultációt, meglepetés erejével hatott ez a gyors képviselőtestületi határozat. Elemi erejű igény mutatkozik arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálatra kerüljön ez a döntés. Azt szeretné megjelentek többsége gyakorlatilag egyhangulag, hogy a városvezetés gondolja ezt át. Azt kérték tőlünk, hogy tolmácsoljuk a polgármester úr, alpolgármesterek a körzeti képviselő felé is, hogy nem nyugszanak bele ebbe a döntésbe, akár civil állampolgári engedetlenség különböző formái is szóba jöhetnek, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak ránk képviselőkre, hogy megváltozzon ez a korábbi döntés. Többen megemlítették, hogy meg vannak elégedve a helyi orvosi rendelőben az ellátással. Tehát a doktornő és az asszisztensek munkáját is pozitívan értékelték. A gyógyszertára patika szolgáltatásait is, amelyek igen szerteágazóak, igénybe veszik az emberek. Ragaszkodnak ehhez a megszokott emberekhez, a megszokott környezethez, és cáfolták azokat az álhíreket, amelyek például a rendelő állapotával, esetleges műszaki meg nem felelésével fügtek össze. A gyakorlati tapasztalat, a mindennapok cáfolják ezeket a híreket, úgyhogy érdemes volna ezeket a véleményeket a döntéshozóknak is komolyan venni.